A beruházás alapvető célja, hogy javítsa a közigazgatási, közszolgáltatási és egészségügyi intézmények elérhetőségét. Ezen kívül lényeges cél, hogy a településen könnyebb legyen a közlekedés, és a beruházással érintett utak összefüggővé váljanak. Több mint 114 millió forintot nyertünk ehhez a pályázathoz, és közel egy kilométer az, ami megvalósításra kerül. Hát ez lakóútként is funkcionál, hisz lakások vannak a út mellett, vagy legalábbis egy részén, de nagyon fontos, hogy ez egy gyűjtőútként funkcionálna, és a többi útnak a forgalmát is igyekszünk erre ráterelni. A tervek már elkészültek, a városlakók legkésőbb 2012. május végére már használhatják az új gyűjtőutat. A regionális fejlesztési tanács pozitív döntése alapján itt a Bethlen Gábor utca aszfaltozása megindulhat, ami több szempontból fontos Nyírtelken. Itt ez egy gyűjtő utca, ami nem tudta a funkcióját betölteni igazán. Csapadékvízzel problémák voltak, remélem ez megoldódik, közvilágítás megoldódik, és egy tehermentesítő rész lehet a Tokaji út irányában, hiszen a Tokaji út nagyon-nagyon forgalmas, kettészeli a várost. A projekt nyitó rendezvényén hangsúlyozták, a közbeszerzési eljárás még tart, előreláthatóan időben elkészül a beruházás. Jelen pillanatban ez egy földút néhány helyen kővel megszorva, tehát elég kátyús vízelvezetés nem megoldott rajta. Ha elkészül, akkor egy jó minőségű aszfalttal ellátott út lesz, ami nyilván a vízelvezetés is megoldja azon a területen, illetve azon a utcák tekintetében. Az újítás előtt álló út ezen szakasza még kerékpárral is nehezen megközelíthető, ám a városvezetés már a következő kilométer aszfaltozását tervezi. Nyírtelek polgármestere kiemelte, az út tovább aszfaltoztatását is csak pályázatból tudják majd megoldani.